Dr. Kallai Árpád főigazgató tájékoztatása szerint a Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont Makói és Hódmezővásárhelyi takkórházai közel négy éve dolgoznak együtt a térség egészségügyi ellátásáért. Ez idő alatt mindkét intézmény számos változáson ment keresztül, sőt több infrastruktúrális fejlesztést és eszközbeszerzést is végrehajtottak. Egyrészt van egy olyan csoportja, amely már megvalósítás alatt áll, vagy épp azt befejezzük, van olyan, amely aláírás alatt van az a támogatási összeg, amelyet a kórház eszközbeszerzéseire, mondjuk egy példát egy új hútrahang készülék vásárlására kaptunk támogató döntést a makói kórház vonatkozásában. Hozzátette, nemrégiben újabb több mint 400 elemmel bővült a Marosmenti település kórházának napelemparkja, de a jövő évre vonatkozóan is vannak terveik. Így várhatóan nyertes pályázat esetén 300 millió forintból teljes körűen megújulhat a helyi járóbeteg szakrendelő, valamint egy bélrendszeri vizsgálatokkal kapcsolatos fejlesztésre is pályáznak majd.